Üres és csendes a műjégpálya, pedig a tavaszi szünetben biztosan sokan korcsolyáztak volna. Azonban február 10-én viharos szél, valamint plusz 16 fok volt. Utána sem lett sokkal hidegebb az idő. Ezért a december 5-től mintegy 10 000 látogatót vonzó műjégpályát bezárták. Ezek a 10-15-12 fokok, ez tarthatatlan gépileg is, és ráadásul a költségek is olyan magasra szöktek, ami elfogadhatatlan, és így ki se tudnánk nyitni. Tehát hiába hűtenénk a jeget, a felső rétege víz. Tehát nem tudjuk áthűteni, mert a gépek ezt nem tudják teljesíteni. És ezáltal az időjárás függvényébe úgy döntöttünk, hogy becsukjuk a jégpályát. A garázsban látható hóeltakarító gépnek eddig nem sok dolga akadt a tél folyamán. Amikor kellett, a municipál 7 géppel tette járhatóvá a járdákat, a városi utakat pedig egy külső cég takarította. Eddig a téli hónapokból csak januárba kellett kivonulnunk, akkor is összesen 8 alkalommal január folyamán. Ebből egy volt hóeltakarítás, és többi pedig az utak szórása, tehát inert anyaggal való szórása, utak és járdák bebiztosítása. A tavalyi évhez képest körülbelül a fele volt a kiszállásoknak a száma. Ugye nekünk nem csak a hóhelyzetre kell foglalkozni, hanem hogy elég, hogyha van egy kis mennyiségű csapadék, egy gyenge faggyal, már csúsznak az utak, járdák, tehát készültsége mindenképp lennünk kell. Mivel a tél még nem ért véget, a municipál a rövidtávú időjárás előrejelzés függvényében továbbra is fenntartja a készültséget.